visszatértünk Ofer életével. Keddi reggel van, Salvatore. Keményen dolgozott, ezt meg kell csinálni. Keményen dolgozott, hazajött, és figyelj, dobj be egy falatot még suli előtt, mert aztán mész. Te, hogy állsz? Hú, hát neked is azért most már ráhagyhatod. Éppen számítógépen játszott. Így mi? Mi lenne, ha főznél valamit? Mert mindig attól tartok, hogy hirtelen elfogy a kajánk. Öt van belőle, egy van belőle, hát ott csináljunk valamit. Legyen. Már nagyon jól áll. Ú, legyen egy almás pite. Vagy még úgy sem volt. Várjuk, ez ennyi volt, hogy mi van itt. Ja nem, ez egy omlet. És kivette magának. Na figyelj! Napon megy is iskolába. Nekik, ha minden igaz, egy nap van hátra. Ami azt jelenti, hogy ez az utolsó napig az iskolába, te jó ég. Most jöttem rá, hogy akkor hol, nem, hogy holnap is belefér még, és akkor holnap délután lenne a szülinapjuk. Közben ő is felébredt, jól van. Teszi a dolgát, végre magától elmegy. Ú, de nagy már a hasa, te jó ég. Hey, de jó lenne, ha jönne és megszerelni, szegény jó férfi nem fogja magát megcsinálni. Együk meg ezt. Ezt meg eltesszük. Nézzelek téged. Hey, nem akartok, mondjuk, nem tudom, fúhúzni. Figyelj, legyen az, hogy romantika, és térjünk is a lényegre. Te pedig most egy kicsit... Ó, de milyen vidám hír, megérkezett az ezres számla. Stresszes tanár, mit csináljunk? Ez kinek szól, várjunk, hol van? Salvatore-nek. Pont ő van nagyon rosszul az iskolával. Olvasson. Mert megcsinálta, jó van, jól is tette. Majd folytatod a reggel, de csak induljatok, mert neki nem nyerne, mint dolgozni kell menni. Ha már nem kell, de már volt, már munkába is kell menni, magam a babbal sincs jól. Na mindjárt. Ó, most bebüdösödött, hogy mi? Oh. Hey, menj dolgozni, ne feledkezzünk meg róla. Te foglalkozz a gyermekeddel. Fogyni, végre. És ha minden igaz, most van nálad egy tányér étel, ami ma nem igaz, mert nincs. Úgyhogy folytassuk a reggelit, amit gondolom ide raktál le. Nem, olvas valamit, nem tudom, meg az omlettedet. Ezt tegyük akkor vissza a hűtőbe. Úgyne. Ha minden igaz, utána egy kicsit miért ilyen hangos? Utána WC-zni kéne menni. Most nem, nem fogok meg veled foglalkozni, mert túl sok idő. Itt a kertészkedéssel nem is megy sehova. Jó, majd valaki megszerel az egyik fia. Aj, babám, annyi problémája van. Megint soha, mintha soha nem lenne koszos, vagy még soha nem lenne pelenkája. Mint hogyha ez lett volna, de nem volt olyan. Jó van, menjünk vissza a kertészkedni. Ja, meg szedjük le az összeset is. Szegény pedig már milyen álmos. Lehet, hogy a terhesség miatt így lefogy jobban az energiája. Na most már a harmadik trimesterben vagyunk, úgyhogy a baba bármikor megérkezhet. Bár ilyenkor még mindig szoktak adni neki egy kis időt. Csak lány legyen, csak lány legyen. Az a lényeg. De olyan nagy, hogyha lennünk, hogyha megint már ilyen hármas ikrek, vagy ilyen ikrek lennének. Na mindegy, amíg ő dolgozik. Hó, várjunk csak már 3 óra, és olyan azt néztem, hogy miért nincsenek még itt van. Hú, de nem jól érzi magad. Na nézzelek téged. Neked tudod, a házigazda a legelső. Bár egész nem, hát kezd már egy kicsit jobb lenni. Csináljuk meg gyors a házit, amit hagytál egyébként. Neked mi a problémád? Ő csak alapjáraton mérges. Te is csináld meg a házidat, amit magint már széthagynak. Hát mindegy, akkor inkább egyél valamit. Itt vannak kivéve ilyen dolgok, ezeket edd meg. Neked mi a problémád van? Menj el, használd a WC-t, meg aztán le is tusolhatsz. Így. Na, és ha minden igaz,
A holnapi nap már Hát azt ott fogja kiírni, hogy nulla nap van nem lesz hátra. nem És lesz szerintem akkor Salvatore elveszi a barátnőjét. Mauricio megy vele, meg Tonya is. És akkor már csak két gyerek marad velünk. Jól van, meg majd a következő baba, aki most éppen úton van. Na nézzelek téged. Te is egyél valamit aztán, mert nem tudok épezni, vagy ilyesmi. Ó, szegény, itt összeesett. Hát akkor ugye menjünk aludni. Majd ha felkeltél onnan a földre. Hát figyelj, menj sakkozni, vagy amit akarsz. Te mit csinálsz? Legyen meg neked is a házi arany, hogy ki akarja dobni a szemetet. De jó, találkozunk erre. És akkor most te mész gépezni. Szimszezik. Ah, itt van a barátnőd. Talán ő jobban feldob, mint a számítógép. De most olyan nagyon nincs olyan hangulatában. Miért vagy ilyen mérges? Valakivel úgy beszélt, vagy nem tudom. Hova érke? Úgyis mondja, vécézned kell. Na nézzük, mi folyik itt le. Én várjunk, akkor nem is tudja elvenni, hogyha nem tinédzser. De ő már felnőtt, ő már fiatal felnőtt. Ezért nem is tud üzé. Nem is tud romantikázni vele, viszont ha akar, akkor össze tud szakítani tudni. Tehát ez ilyen érdekes, mert még kapcsolatban vannak, tehát úgy is szakítani tudnak, meg ilyesmi. De nem csinálnak semmi romantikusat. Az meg jó, hogy legalább felnőtt már ő, mert legalább akkor azonnal ki el tudja venni. Hát most csak panaszkodni akar mindenre. Na nézzük, ismert meg egy kicsit. Nézzük, ki keresi őt a telefonon. Gonzalo. Átjöhetek, gyere. Gyere sakkozni vele. Ó, snob. Gonosz és még snob is ez a Krisztál. Hát nem a legjobb választás Salvatore, főleg úgy, hogy ilyen barátságos meg minden, mert ő lenne a gonosz. Jobban összeillenek, na majd mindegy, jó ez így. Jó van, aztán mész vissza az ágyba. Szegény hufér, most teljesen ki van. Valami vicceset vagy ilyesmi. Hazajött közben Terry. Ezt fiúk meg kéne szerelni, melyik fillérrel? Te majd ezt csináld a ház után. Úgyne, várjunk, valakinek be kéne fizetni a számlát is. Ők mind a ketten vendégek. Átjöttek itt lógni. Jó van, hogyha befejezted, nem tudom, te be tudsz fizetni a számlát a telefonodról. Ja. Fú, de mérges. Vécéznie kell. Ah. Várjunk csak, kíváncsi vagyok. Jó van, herceg. Elfelejtettem már, hogyha megszületik a baba, ugye akkor egy rossz tulajdonságot kell választani, és akkor már volt a lusta, már volt a gonosz, már volt a gloomy, egy a szomorkás. Elfelejtettem, jó van hercegnek, mit tudom, mi lett választva. Na, hogy aztán itt ránk törjön a baba, így hirtelen se tudom, mi van. Hát ezt dobjuk ki. Honnan jött ez a hang? Miért volt ez? Menj el, szegény. Mérgesen kakálja. Figyelj neked el, még a házit nincs kész, igaz, hogy már nagyon későre jár, de csináljuk meg. Babának sincs jó. Ah, nem, az a baj, nem tudnak semmi romantikásat csinálni. Ha ide jönnek, én rendbe teszem azt a gyereket. Ha. Inkább feküdj le, jó?
De ahogy megkérhető, segítsen a háziba, hogy gyorsabban fogunk haladni. Nem csinál csak a házidat. És meg tudod kérni, hogy segítsen. Fogyni. Szerintem még őt is meg tudod kérni, hogy segítsen, nem? Nem hiszem. Nincs itt. Na mindegy. Csak dolgozz, dolgozz, dolgozz. Már kész is vagy, mehetsz is aludni. Nem a... Jó van, herceg felnőtt. Nézem csak, választok neki valamit. Hát legyen artistik. Legyen ilyen... Ilyen művészi. És legyen... mit tudnék még hozzá? Ez a baj, nem emlékszem már a másik tulajdonságára. Legyen... Ő is szeressen kint lenni, hát ha majd halászni fog, vagy ilyesmi, de akkor meg ilyen mozgékonynak kéne lennie. Legyen ilyen kint szeret lenni, mert akkor legyen ilyen rambankos. Na. Várjunk, csak nézzelek. Neki egy kis... Ó. Meg akkor mi volt neki választva? Milyen a tulajdonságai? Csak egy van. Azt arra, hogy csak... Várjunk, én most kellett volna rosszat választani, gonoszat. Na várjunk, várjunk, hogyha majd, hogyha tínédzser lesz, akkor választok hozzá egy rosszat. Akkor szerintem most kellett volna választani, amikor, de nem amikor baba megszületik. Na mindegy, meg vagyunk zavarodva. Akkor szerintem majd választok neki egy gonoszat, mikor tínédzser lesz. Mert ugye Szavatóra lusta, az már foglalt gonosz. Szomorkás, meg az előző két gyereknek is volt valami. Ma nem is tudom, Gonzálónak. Mondjuk az anyjuk ismeri őket a legjobb, hogy gyors meg is tudom nézni. Gonzáló ilyen gyorsan felkapja a vizet. Mauríció, ugye ez a gonosz. Ki kigyógyított még ki? Ralf. Őt neki nem is tudja, nem is ismeri. Nálink, hát az apukája. Igen, ő meg Slob. Szóval szerintem neki majd neki, a Jóvan hercegnek a mint fogunk választani, ami a, ugye a, ami a, az ilyen kis gonoszkás, vagy hát ilyen aljas mondhatni, tehát ő majd benne aljas lesz, ha jó van hercegben. Szeret halászni, de egy kicsit olyan aljas. Hogy nem tudom, majd megnézem, hogy mik vannak, és a hangipipőkének majd meg valami olyat kéne használni, hogy annyira nem zavaró, hogy ez mégiscsak hercegnőről van szó, szóval annyira nem lesz gonosz, meg ilyesmi. Na mindegy, jó van, figyelj, hát, mivel csak éhes, ezért gyere le ide enni, aztán csináld meg a házi feladatodat. Esetleg mutatkozz be a testvéreidnek. De már pont elmentek. Ezt is meg kellene majd szerelni valamikor. Kíváncsi vagyok már, mikor én a következő baba, az még jó lenne, ha most, mai nap során, mondjuk igaz, már szerda van. Figyelj! Láttam, hogy mit csináltál, és ez jó lenne, hogyha ezt megszoknánk. Bár igaz, hogyha a hamupőke megszeretik, az egyik szabály az, hogy neki kell csinálni minden ilyen házi munkát, szegény lány. Úgyhogy majd ő fog mosogatni meg, és de ezért még amíg nincs meg, még nem nőtt fel, addig... Jó, van, menjél aludni akkor. Akkor ugorjunk is erre kerre. Hófehér kell fel először, teljesen éhes volt, illetve Szavatolinek egy óra múlva kezdődik a munka. Remélem, szegény. Hát nem érzi a legjobban magát. De figyelj, ez lesz az utolsó napod. Ez lesz az utolsó napod az iskolában, legalább ne legyünk már annyira rosszak. C-s, még ezen javítani nem fogunk tudni. Legalább egy kis pénzt hozzunk az azért, pont menni kell munkába is, úgyhogy tessék indulni. És beindult a szülés is. Menjünk a kórházba. Jaj. Csak lány legyen, és az lesz neve, hogy Hamu Pipőke. Jaj, csak lány legyen. Gondolom, Terry is úton van a kórházba. Te meg csak éhes vagy. Lány, de jó! És akkor az a Hamu Pipőke hercegnő. Talán még ezt is átváltoztattam ilyen magyarosra. Hamu Pipőke.
Ő a következő, ugye? Csak biztosra kell mennem. Jól van. Akkor megérkezett a következő generáció srác, de nem kellene a kikártások. Nem szeretném, hogy több gyerek legyen, úgyhogy itt lezárjuk, remélem. Ez az. Tökéletes, tökéletes. Ügyes vagy, jó fejért, nagyon jól csináltad. Van rajta egy kis feleség, úgyhogy ezt arra gondoltam, pont úgy gondoltam, hogy ha már megvan az összes gyerekkel, akkor csinálunk egy ilyen, van egy ilyen bájital, amit lehet venni, csak 1600 pontja van, ami nem is olyan rossz, de van egy ilyen bájital, ami ha minden igaz karcsúvá tesz, úgyhogy ezt is kéne próbálni 750-ért. Ja. Valami, igen. Na jó, hogyha most itt van nála, csak gyors kipróbáljuk, nézzük. Hidd meg. Genesis. Ah, Yarmsta Jongo. Huh? Yanalim? Oh, mint hogy sovány lenne, de szerintem ez a normális, nem? Ez a normális, csak én mindig azt hittem, hogy megszoktam már a kinézetét. Mintha olyan soványra lenne. De szerintem ez a... Wow. Ez szerintem ez a normális. Ó, ez bejött. Nem érzed magad sokkal jobban? Milyen fura így? Mint egy, nem tudom, mert furcsa. De miért fogja az egyiket, vagy mit csinálsz most? Ja, összegyűjtögeted a csokoládét a földön. Na mindegy. Végre itt van hamupipőke hercegnő. Te leszel a következő generációs hercegnő. Csak hogy tudd. Így. Ha, még kis fancsali képet van. Hé, ja, még neked nincs iskola, jól megy is tusolni. Ő meg alszik, hadd aludja ki magát. Úgyis ez az utolsó napotok a suliba, szeretnék mindenkit emlékeztetni. Hamupipőke, olyan furcsa, ránézek. Figyelj, Cserül akar beszélgetni. Ja, várjunk. Neked ma dolgozni kell menni, és beszélgessetek egy kicsit. Ilyen barátságos interakciókat, mert kellenek a munkához. Hát, ha ma emelést is kaphatna, bár nem nagyon merek rá reménykedni, de hazajött Mauríció. Szegény, nagyon rosszul érzi magát. Figyelj, egyél is valamit, mert látom, hogy ha éhen akarsz halni. Fejezd ki ezt az almás pitét. Mi történik? Mi ez a hang? Szerintem valaki tönkretett valamit. Nem. Ez olyan fura volt. Na mindegy. Ó, ez utolsó van, úgy örülök neki, hogy kislány is lett, olyan szép kis pillangós ruhácskája van. Úgyhogy ez nagyon tökéletesen jött ki. Mert azért akartam az utolsó helyre tenni a hamupipőkét, mert ez a szabály szerint a hamupipőke addig nem házasodhat, amíg az anyuka életben van. Ami szerint egy hófehérke. És hogyha hófehérke ilyen fiatalon, tehát hogyha mondjuk tonya, nem soká felnő, és akkor utána már házasodhatna. De hófehérkének még van rengeteg napja, 8 napja, amíg öregszik, és utána is lesz egy csomó. Szóval nincs rá, tehát ő majd csak később tudna házasodni, de mivel most ő a legfiatalabb, ezért ha való, minden igaz, hófehérkei. Hát már ugye terhise lesz, meg ha minden igaz, hófehérkese nagyon, mikor már ő fiatal felnőtt lesz. És akkor össze tudna házasodni, és akkor elindíthatja a saját generációját is. Na mindegy. Hú, hát akkor nagyon örülök ennek. Nézzelek, hóférkek, menjünk le kertészkedni. Ti mentek iskolába, pont jó. És meg majd munkába, és akkor a következő részén nem folytatódik.